Szevasztok, ez itt a Terapeuta Vlog. A mai videó Szegeden készül a Sun City Hip Hop Fesztiválon. Körülöttem itt van mindenki, engem néznek, és hamarosan kezdenek az interjú. És kaptam egy valami különlegeséget, ezt meg kell mutatnom. Felhasználjuk díszletnek, de ezt Csorba Gabi személyesen nekem csináltatta. Azt mondta, én már akkora csávó vagyok, hogy beleférek a költségvetésbe, és megállítottad egy kerámia. Egy kerámia a Sun City-s cucca. Hát ez valami nagyon klassz helyre kerül a lakásba, azt tudtuk. Nem rózsaszín. Ja, nem rózsaszín. Bocs. Gyerekszobába kell. Gyerekszobába kell, de nem rózsaszín. Úgyhogy majd átfestjük, ez lehet, nem? Üvegfestékkel. Hello Kitty is van. Ennyi. Na gyere, Gabi, csináljuk, amit kell. Most? Hát, vagy ha Dávid is azt mondja. Na, úgyhogy nézzük az interjúkat, meg lesznek mindenféle bevágások. Csapó. Na. Lehetik egy túrházom rámul. Na most meg, most meg erre most túrházolod. Na. 1, 2, 3, jump! Peti, mesél, mi folyik itt? Most épp készülünk a beállásra, hogy megye minden, ahogy kell lennie. Figyelj el, a beállás rögtön megy általában. Ennél hajtunk hozzá egy cigit, amúgy nem szoktunk másodat. Hát, kinek hogy? Gyere, mesélj már a technikáról, Léci. Igen? Ez egy gondolom egy megbú. Igen, arra nyomjuk, talán egy kodrendszerrel, két lemezjátszó. Igazából ez lesz főcucc, szerintem a többiek is erre fogják. Ez van, most majd itt lesz kontrollerrel a... Azt mondd meg nekem, hogy mikor ilyen kibaszott keményen baszott jól néz ki egyébként, mikor scratcheltek. Csak ez ilyen alaptechnikát tudsz nekem mutatni? Ami ilyen baszó, vagy ha mondjuk így ott vagyok, tessék Dávid, itt van, hogy kell húzogatni? A lemezjátszó? Hát a lényeg tényleg a lemezjátszó és a fédernek a mozgatása. Ennyi a történet. És igazából mindenki mi folyik? Mindenki mi folyik itt gyöngyösen? Mindig gyöngyösen jön, érted? Ami hol a faszomban, ahogy? Én is reklámoznám a saját. Ennyi. Hát a Szolnokon laknék, akkor Szolnokot mondanék, és ez. Mi is izé. De Szolnokon jöttünk igazán. Ja, itt Szolnokoltok, mi? Ja. Gól helyzet van. Peti elmondja nekem, hogy hanyadikán van első a scratch. Scratch-ulát tart. Most döntöm el, hogy befizetek a tanfolyamra. Te DJ szintesen kell lenni valami. Azt jelentem, hogy nekem srácok, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy na én most holnap ne kell DJ-zni. Mekkora összeget kell ebbe befektetni? Hát az nem érted. Jó sokat. Nyilván lehet olcsóból is, drágából is, de egy... Valami történik? 200 ezeret minimum. Tehát 2 kilót millió. Érzem, hogy annyit mindenképpen. Egyből megjött a kettő. És érdemesen repzenével kezdeni el rögtön, vagy először valami másnak próbálkozom? Nyilván csak a repzenével. Azzal is kell maradni. Ennyi. Nem mindenki, amit szeret, de nyilván a hip-hopban van ennek értelme, én úgy gondolom. Világos. Legjobb. Egyébként ez nemrég volt egy ilyen rappes adásom, vagy ilyen DJ-s adásom. Én is meg voltak a klíva, de sajnos nem értetek rá. Na mindegy, nem ez a lényeg. Hanem az, hogy egy rap DJ-nek nagyobb tudásom, amint mondjuk egy trance, vagy egy house, vagy egy club DJ-nek. Én ezt nem mondanám, mindenhol más fajta technika kell, más felszerelést nyomják, tehát minden stílusban kell. Technika, szóval... Szegeeeet! Park nem bír magával rappelni ebben.
azt el kell árulnom, hogy van egy fontos kellékünk, amit magunkkal hoztunk. Ugye pici a gyerek, ma 3 hetes, úgyhogy elhoztuk Kitty játszótársát, egy melszívó. Unboxing következik. Egy melszívó unboxing következik, mert bemutatom. Itt kell kibontani. Egy külön zsákban van benne az unboxing videó. Figyelj, mert nehogy másra közd, tesó. Ha? Nehogy másra közd, merre. De várjál, opaszd meg, várjál. Dávid? Igen? Másik Dávid. Na várjál. Kaptam egy világítást. Így kell így csöcsre le. Szegeden ezzel bulizunk, bazd. Hát, hogy... Így. De egyébként most minden viccet félretéve ez azért fontos, mert hogy a nőknek ugye lehet tejlázuk, és ez baromi fájdalmas. És ezt, ha nem szívja ki a melléből a tejet, akkor borzasztóan fáj, begyullad, és akkor nincsen csöcsörészés hetekig. Úgyhogy mondom a kismamáknak, ha bulizni indultok, melszívó. Kérdést, amit megbeszéltünk, hogy elmondasz? Hozzád kérdésem van. Úgy hallottam, hogy komoly nő van az életedben. Ezt most tényleg most akarod felvenni? Figyelj csak, lehet, hogy igen. Figyelj, vannak apai jó tanácsaim, ha úgy van. Én már 2 gyerek után bármi van. Várj, hozom a jegyzetfüzetet. Ja. Ez itt a Kismama Klub. Kezdjük a rangidőssel. Mondjál valami tippet a többieknek. Jaj, jó? Hozzuk be ezt jó volt a bulira. Jaj. Más. A kettes számú rangidős, az alezredes asszony. Ez itt hölgyizé szekció. De ez itt a Kismama Klub. Gyere, ülj le a csapatba. Hajnék hétbe vagy csak. Kislány? Hát ez... Beszéltem a Dancsokkal, és azt mondtam, hogy üzeni neked, meg nekem, hogy találkozzunk el végig a napokban, mert bent a kicsinek egy ekkora Jordan Londonban, és akarja nekünk adni el. Tessék, a témába írni. Ja. Kispapa Klub. Szóval köszönöm előre egy tesó. Na várjál. A Kispapa Klub. Kispapa Klub. Figyelj, 3 dolog legyen mindig nálad, amikor a gyerek a kezedbe van. Mondhatom, melyik? Először is mindig legyen nálad ilyen szírszar, mert köptetős, össze fog hájni, össze fog minden. Hát megszoktam, a hamarok is úgy szokták. A második, mindig legyen nálad tartalék tanéka. Mindig. Azt is be van mindig. És a harmadik, ez kibaszott. Igen. De tényleg kurva. Igen. Minimum egy váltó ruhával mindig vigyetek magatokkal. Mert mondom, hogy ha elmentek valahova, tudtél, hogy akkor fogjuk beszarni a gyerek. Vagy én. Hogy? Nem? De jó lesz. Szóval akkor is. És legyen ott a fegyver is, nem? Ja, ezt megbeszéltük már az interjú alatt. Ja, hát ez van alap már. Kurusz, jó! Óriás kukaca van. Micsoda? Óriás kukaca van. Ezt mondtam Móni is. Dávid így ült, nézett fel, akadt a szembe, azt mondja, milyen van? Kukaca. És ez mit szóltál a fukatén jelenlőjén? Azóta van feltételes, nem szabad látni. Nem tudom, én ezt így nehezen kezelem amúgy. Mit szoktam csinálni? Ki akadok át? Milyen csak a pénzre egyeztem? Hát tegnap is a játszó téren. Elment a kicsi és nézte végig. Látod, hogy nézi dolgát? Látod? Mondjuk a bringán és nézi. Edina. Később lehet, hogy hozzám is. Hát, hogyha a tanácsot kell kérni, Kitty nagyon szívesen ad. Hamarosan. Máshova is fordulhatsz tanácsért. Ha Dávidnak szüksége van fegyverre, elintézzük.
lesz még rosszabb is. Ennél? Majd megősebb lesz a szokott a kis össze. Csinos vagy ma dorka. Jó. 5 évesen. Nagy De mindjárt jön a Tom Petty. Holnap megyünk, illetve valamelyikünk megy Tom Petty koncertre a nagyobb gyerekkel. Tehát, hogy aki esetleg nem tudná, ezek ilyen gyerekdalokat gyártó együttes, kifejezetten ilyen oktató jellegű oktató gyerekdalok. Ennél jobban nem tudom kifejezni, főleg 3-4-kor. De az egy almafa, az nem az övék. Nem? Hanem melyik a Tom Petty? Én vagyok a kis egy. Számok közt a legkisebb. Egy mancs, két mancs, nem kell ide más. Számolj velünk, kis bajtás. Szóval ez lesz holnap. Délelőtt 11-kor, illetve az a délelőtt 11-kor, az mindjárt ugyanis. Hát most van 3:10, innen a hazaút az 2,5-3 óra. Úgyhogy baszó lesz. Hát puszi mindenkinek. Puszi mindenkinek. Király volt ez. Nagyon. Nem? Ne. Kapcsolódtunk. Merci volt, hányan nézték meg? Senkire nem tűnt föl, nem tudták, hogy mi az. De ez, mert ez ilyen űrtechnológiai rappereknek, bazd meg. Igen. Ennyi. Köszönjél a fiú hallgatóit. Szóval. Sziasztok. A csajoknak mit üzensz? Semmit. Iratkozzatok le. Mi? Ja. Jobban teszitek. Na tényleg. Mindenki jobban jár. Na ennyi. Köszi mindenkinek, hogy néztek, néztetek. Király dolog ez a Sun City, és Szegeden még él ez a hip-hop életérzés, hogy tartsátok meg ezt is szegediek, mert nagyon sok minden múlik rajtatok is, nem csak az előadóitokon. Úgyhogy legyetek rajta. Királyok vagytok. A cső. Csá. Na hát, vége van a Sun City-nek. Gabikám, még egyszer nagyon szépen köszönöm, nagy király vagy. Ismét király élmény volt, és hangom is kicsit elment, be volt jó ordibálás, minden. Összes fellépőnek respekt, és a kisasszonynak pedig jó egészséget, és reméljük, hogy 2020-tól innen folytatjuk. Puszi mindenkinek, legközelebb találkozunk. Szevasztok! Srácok, tudjuk úgy vokázni, hogy persze. Ez kellett bele, nem? Csó!